kellemes utunkat, akár egy sportos beszélgetéssel is feldobhatjuk. Utazzon velem a sport és a fair play szellemében! Hívjon! 70 94 80 98 1 A Dino Sportiradó szakmai partnere, a Magyar Techvandó Szövetség támogatója, a Kvon. Felhívjuk, kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosat. Radónk vendége Szocsori Nagy Kristóf, a Magyar Lovasport Szövetség alelnöke, a Diugrató Szakbizottság elnöke. Szervusz, üdvözöllek, mielőtt itt a szép sikerekről beszélnénk, mert itt azért a most nagyon beindult. Nagyon beindult vannak, nagyon jó eredmények, rendkívül jó eredmények, ifjú Szabó Gábor többek között, ugye? De előtt egy nem egészen kellemes témáról hagyd kérdezzelek meg. Ugye napokkal ezelőtt történt a Szemcsáországban, hogy Igen. a. Lázár Zoltán négyes fogadta, ugye felborult, és ugye többek között ugye a ifjabbik Lázár Zoltán is ott volt a kocsin. Így van, ez egy válogató verseny volt, igazából egy felkészülő verseny az Áheni nagy nemzetközi versenyre és az augusztusi Göteborg Európa bajnokságra, és amellett úgy van, egy tesztelés is zajlott, hogy Ebben, ebben, az összeállításban a fogatok, hogy fognak ez a fogatlovak, hogy fognak együtt dolgozni, és a marató hajtás, ugye, ami egy a legveszélyesebb része a négyes fogathajtó versenynek, ott az ötös akadálynál történt egy borulás. Azt lehet mondani, hogy egy kicsit ezúttal Lázár Zoltán, aki ugye világbajnok, Sokszoros világbajnok, de azért azt el kell mondani, hogy kevés az a világbajnok, aki négyes fogadban is, meg kettes fogadban is egyéni aranyérmet szerzett, és ő közéjük tartozik. Ö, ott ö, talán azt lehet mondani, hogy nem mindent miért föl a legfelől, meg, ebben. Felborult a kocsi, segédhajtók és a hajtó leesett a kocsiról, a lovák tovább haladtak. Ö, igazából viszonylag hamar, úgy tudom, a lovak meg lettek fogva. Egyik ló egy kicsit jobban lesérült, de ő, ő, is, ő, is, azért egy rövid időn belül gyógyuló sérülésen ment át. A hajtó ugye idősebb Lázár Zoltán, erősebben fájlalja, úgy mondom, minden részét, de főleg a könyökét. És ugye ezúttal a fia, ifja Lázár aki a díjúrató fiatal lovas válogatottunk oszlopos tagja, <kül> az ujján sérült meg. Mind a kettők egy a győri kórházban ö, látták el és látják el. Ö, az kérdéses, hogy Áhenban Lázár Zoltán tud ö, elhajtani, és hát ö, a díjuratos száműeggel pedig, hogy ifjabb Lázár Zoltán az augusztus közepi Somorjai Európa-bajnokságon tudja a magyar csapatot erősíteni. Ezek a napokban dőlnek el, <kül> csúnya volt az eset, de úgy gondolom, hogy, hogy, azért túl el fog tárni egy kis idő, és minden helyre áll, és bízunk benne, hogy ezekre a nagy nyár viadalokra fölépülnek a Lázár család tagjai. Tehát akkor, hogy szemmel nézve az egészen sokkal csúnyább volt, mint... Hát négy ló, fölborul egy fogat, é. repülnek az emberek, három ember, ez, 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 ez egy komoly kaszkodó ugye visszaállt, aztán megint borult. Így van, így van, így van, tehát egyszer visszaállt, és a, ugye a fogadhoz közeli lovakat <coughs> ugye azért meg is ütötte, meg is érintette, Igen. de hamar, viszonylag hamar meg is fogták azért a fogatot, és azt lehet mondani, a lovak már hazatértek, Domonyvölgybe vannak, hogy, 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 nincs komolyabb baj. Szuper. Na, akkor jó hírekről. Ifjabb Szabó Gábor Eredményei mennyit öregbitenek a hazai lovas szövetség életét? Szabó úgymond Szabogábor úgy jelenleg ugye a legjobb, legeredményesebb válogatott lovasunk. Tavaly a Budapesti CSC-on ő lovag volt a magyar csapatba az összevetésbe, ő, ő nyerte meg ő, nagy részben a magyar csapatnak a, a Nemzetek és ugye két nap múlva a nagy díjat, utána meg tudta nyerni Bábolnán az országos bajnoki címét. <kül> ő, ő, tehát már felnőtt országos bajnok lett, és idén is tehát folytatta tovább, ugye télen megszerezte a világkupa döntőre a minősülést, ami nagyon nehéz a mi tehát egy, egy, különösen nagy eredmény, és ő nem csak oda eljutott, ami ráadásul ugye Amerikába volt, és repülni kellett, hanem ott is letette a évjegyét, ott is minden pályán abszolút helytált és jól teljesített, tehát nem állt meg az élet, és már Nemzetek díjában a magyar csapat Linzben, Ausztriában, és nemrég Lengyelországban, Szopotban is letette a névjegyét, ahol négy és öt csillagos versenyen, az öt a maximumot jelenti. Hi. Ez ugye a pénzdíj és a magasságnak a jelzője, 160 centis akadálykon, ötödik lett a magyar csapat, de minimális lemaradással a bronzéremtől. És ott 13 nagyon erős válogatott volt, tehát a világ legjobbjai azt lehet mondani, ott voltak. Ez, ez, ez egy jó jel. Most Luxemburgban volt a magyar csapat a legutóbbi hétvégén. Ott azt lehet mondani, hogy nem a legerősebb összeállításban vettünk részt. Sajnos rosszak voltak a talajviszonyok, de ott is gombos László kitett magáért, és Bukfence nagyszerűen teljesített. És hát a fő cél az, hogy <kül> augusztusban együtt a fogadhajtakkal, és a díjlovasokkal és a lovasztornászokkal lesz Göteborgban az Európa játékok. Ott ö, olyan magyar csapat legyen, álljon össze, ami talán eléri minden idők reményeink szerinti legjobb eredményét, tehát egy döntőbe is lovagolhat. Hát ez sok összevetevős, ezen, ezen dolgozunk, <hül> és ifjabb Szabó Gábor <hül> Timpex bölcsésszel nagy valószínűség szerint megtartja formáját, és mindenki egészséges marad, akkor ott a csapatunk oszlopos tagja lehet. Mikor lesz kerethéretés? Mert azért nem sokára itt van. Szűkített keret már összeállt, tehát azt lehet mondani, hogy most már 6-7 lovas van, aki szóba jöhet, de azért az elmondható, hogy a Linzben és Lengyelországban versenyzett csapatunk, Ugyec Marian, Horvát Balázs, Krucsó Szabolcs és Ifjaf Szabó Gábor Német István szövetségkapitánynak az első számú ö, csapata, de ott van James Wing, Tóth László, és hát Gombos László is talán. De ez ők a négyes, ez, ez most úgy valóban a legerősebb, legütősebb tűnik. Össze van állva, ugye a júliusban lesznek még versenyek, pont itt az, ahol a korosztályos Európa-bajnokság lesz Somorján, ide közel a határon van egy nagyon komoly objektum, és Pozsonyban is lesz világkupa, július végén lesz ez eldöntve, hiszen ez augusztus végén lesz ez az Európa-bajnokság. Azért a mi sportunkban sok összetevő van, a lovak egészségügyi állapota azért sokszor a nem tervezett változtatásokra kényszerít, de most így két hónappal előtte bízunk benne, hiszen minden, mindegyik ló, aki itt részt vett ezeken a versenyeken, ez most lábon van, talpon és abszolút dolgozik és készül. Tehát ö, elsősorban ez a négy fős csapat, ami, 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 így most azt lehet mondani két hónappal a verseny előtt, ez képviselheti Magyarországot. Régebben sokat beszéltünk arról, hogy, hogy ugye a gyugratásban is ugye a lovak minősége meghatározza, hogy meddig juthatunk el. Rajbán tűnik, hogy nem is kell messzire menni, gondolok itt ugye a Timpexre, lehet, hogy itthon is felnőnek olyan ugrólovak, amelyekkel valóban oda lehet érni a top mezőny közelébe? Azt, lehet, látod, mondani, mint azt lehet mondani, hogy a magyar lótenyésztés is rengeteget változott, tehát ö, a régi dogmákkal, ha így lehet mondani, szakítva lett, és csak a teljesítményre való tenyésztés az, amire... Ö, Rájött minden tenyésztés, ló, lótenyésztéssel foglalkozó szakember, hiszen annak van piaca, annak van kereslete, és ez, ez ennek látszik az eredménye: hiszen a Timpex ménes is, a Pataki ménes is, a Sáripusztai enyingi ménes is olyan lovakkal versenyez, ahol korábban azt sugaltuk, és azt mondtuk, hogy az, ugye az, utánpótlás csapatainknak magyar lovaik vannak, most már azt lehet mondani, hogy a felnőtt válogatottnak is jó pár magyar lova van, vagy pedig azt lehet mondani, hogy <coughs> ugye nagyon jó a kapcsolatunk a Paul emüle sportistálóval, ami egy hatalmas gyár és több ezer lóval rendelkezik, ott egy magyar lovas szakember is vezető szerepet tört be a Györfi Gábor, és ezáltal tudunk azért úgymond egyszerűbben és, és, könnyebben vásárolni, bár mint magyar lovasszövetség képviselő, mindenképpen annak örülünk igazán, ha magyar eredmény magyar csapatnak magyar lóval történik, de talán azt lehet mondani, a lótenyésztés is már kicsit európai, európai ló van, és nem lehet nagyon a országokhoz kötni, hiszen a európai országok is Franciaországtól Hollandiáig, Belgiumig, Németországig, Svájcig, vagy akár a skandináv államokig is keverednek itt a, a fajták és a, a, a tenyésztésnek a, a, az elképzelései, de azért, de azért azt lehet mondani, hogy mindig is az, 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 számít, hogy itt a mi sportunkban legalábbis, hogy hogy tudja, milyen lovagolhatósága van, hogy tudja az akadályokat megúrani, és milyen sebességgel tud teljesíteni. És azt gondolom, az nem mindegy, hogy nem kell megvenni, hanem mi tudjuk felnevelni. Vagy, vagy árban melyik a jobb? Hát nyilván az, amikor mondjuk egy ménes itt a Timpex bölcsész esetében megszületett a csikó, először is elképzelték azt, hogy azt a kancát mivel Igen. fedeztetik be, utána ez sikerül ez a termékeintés, megszületik a csikó, felnevelik, kiképzik, ez is nagyon sok pénzbe is kerül, még több időbe, és rengeteg kockázata is van, hiszen azért bármelyik pillanatban történik, de ez a magyar szemmel sokkal elérhetőbb, mint amikor a világ legjobb lovaihoz esetleg oda megy egy tulajdonos és megkérdezi, mennyibe kerül az, az magyar, magyar, azok a kész, amik mennek ezen a 3-4-5 csillagos szinten, az magyar-magyar kézből, magyar szemveggel nem, ér, nem elérhetőek. Jól tudom, vagy rosszul, hogy te is szoktál versenyt Timpex lovat lovagolni? Igen, így van, nekem nagyon jó a kapcsolatom a Timpex ménesséhez. Csak... <kül> És ő vagy... Így van, Timpex Glória, az egy nagyszerű 7 éves kanca. Ő, ő, úgy lehet mondani, hogy az élmezőnybe tartozik a korosztályába. Sikerült is a magyar tenyésztés lovak között egy versenyt megnyernem, mezőgyesen vele. Egy nagyon jó képességű, jó fejű ló. Ez is bizonyítja, hogy a Timpex Ménesben is jó pár sok jó ló születik, de azért ez azt jelent, nem csak azt jelenti, hogy ő rá lehet szűkíteni a magyar lótenyésztést, hiszen... Nem is mondtam, kell szűkíteni az... Így, nem is kell, de a Timpex ménes jelen pillanatban azt lehet mondani, az egyik legjobb, hanem a legjobb. Na de egyfajta mankó is lehet, hogyha nincs, akkor van hová nyúlni, van kinek szólni. Hogy... Így van, tehát a nevek ugye szerencsés, mert azért most már a tenyésztőhelyek használják a jelölésüket, és uh, ahogy a Timpex Ménes is minden lova elé elhelyezi ezt a nevet, így versenyezteti, így mm. úgymond egy rá, egy, meg a neve van, Na. és így, így, így jobban még megismerik, és, és, és hát beleég azt lehet mondani a, a tudatba, és uh, hát ez egy jó reklám. Timpex bölcsész után is nagyon sokan érdeklődtek. Uh, az biztosan, biztosan elmondható, hogy ő egy hosszú távra is a magyar díjúratás egyik támasza lehet ez a ménes, ahogy a pataki ménes is kecskeméten, de nem akarok másokat még kihagyni se. Tehát jobb pár ilyen tenyésztő van, és hát vannak olyan magántenyésztők is, akik egy-két kancával tenyésztenek, de mégis... Azokat a csúcsra jutatják. Igen, ö, csak a legtöbb, bocsás meg, eladja aztán. Tehát nem, nem, nem várja meg, hogy magyar lovas alatt. Ö, de akkor már eladja, érni. de utána tud újat venni, tud ujj, ö, 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 olyan ménnek a spermájához hozzájutni. Tehát azért ez egy körforgás, ö, ez teljesen érthető, és ez így van más országokban is. Könnyű a jó lovat eladni, a közepes lovat Igen. kicsit nehezebb, a rossz lovat meg nagyon nehéz, de az biztos, hogy Magyarországon is, és a világon is óriási kereslet van a, a, a jó képességű lovakra, tehát annak van piaca, az eladható, és hát az ilyen méneseknél ez fontos, hogy eladásra is kerüljenek ezek a. Kerüljön eladásra is ló, hiszen azzal tudja a gépezetét újra de tartani. De bölcsészt nem akarják eladni, hallottam, ahhoz ragaszkodnak. Nehéz kérdés, ö, nyilván ő neki az eredménye és a méneshez való kötődése az ö, meghatározza a egész ménes nevét. Ö, azt gondolom, hogy ő, ő biztos egy olyan árért kerülhet talán eladásra, amit minden magyar ember megértene. Milyen az idei év egyébként feladatalba versenyek? Most nem csak a elitmezőre gondolok itt. Mennyire jönnek fel az új arcok? Mert rengeteg, rengeteg díjugrató verseny van minden hétvégén, tehát a legkisebb a vizsgák talán azok, amik így kicsit tükröt adnak nekünk, hiszen minden, minden évben összepróbáljuk hasonlítani, hogy mennyi rajtengedély vizsgázónk hmm. volt. Ugye ennek az időszaka már túl vagyunk, hiszen március, április, május, így a nyár, júniusig tart az ajtengedély vizsgák időszaka, ami ahhoz hasonlít, mint egy jogosítvány megszerzés. Tehát van egy elméleti része, meg egy gyakorlati része, ahol egy közös lovaglás, van, meg egy pálylovaglás. Itt sokkal többen, tehát egy 20%-kal többen rajtengedély vizsgáztak, és azt lehet megállapítani, hogy nagyon felkészültek. Voltak a rajtengedélyvizsgázók, tehát rendelkeztek olyan lóval, amivel érdemes volt oda kerülni, és ezek nyilván belekapcsolódnak a rendszerünkbe, ez azért az edzők munkáját is bizonyítja. Ahogy mondod, rengeteg a verseny, vannak kevés indulós versenyek, meg vannak úgy lehetett mondani, mamut versenyek van igény, már átalakult a versenyzési kedv, a kifejezetten jó talajú, jó környezeti, jól megközelíthető versenyeket keresik a lótulajdonosok, lovasok, edzők. Ezeken a versenyeken nagyon nehéz a napi rendet egy napba beletenni. Viszont vannak azok a regionális versenyek, ahol komoly díjak vannak, vagy pedig tradíciója van, és oda is szeretnek elmenni, de hát a versenyrendezők között is van egy verseny, ha ezt lehet mondani, egy konkurencia verseny. Én azt látom, hogy, hogy azért ez most már tisztul, ahol megfelelő emberanyaggal rendelkezik a versenyrendezés, ott annak az vissza is tükröződik az igénybe. Ami meg a jelen évet jelenti, tehát túl vagyunk a Bábolnai Világkupán, ami a idei évben a legrangosabb szabadtéri versenyünk volt és rendeztünk már nemzetközi verseny Diójörben is, és Kaposváron is, fedett pályán, és majd lesz még a hétvégén Hortobágyon, ahol az 51. lovasnapok keretében is lesz egy nemzetközi verseny, és a Póni Európa Bajnokság Kaposváron lesz, aminek a díjugratás is részese. Ö, ezek mind hátra vannak, és hát a téli szezonban is szeretnénk, hogyha lenne Budapesten világkupa. Az még kérdés, hogy a ö, paplászló arénában diúratok hogy kapnak helyet, uh -huh. vagy pedig a nemzeti Lovardában, hogy lesz kész a Fedeles lovard, de, de mindenképpen, ugye egy ország egy szezonban egyet rendezhet, ezzel szabad Bábolna volt. Budapesten meg szeretnénk bennmaradni a rendszerbe. Ugye hosszú távú tervünk pedig még az, ami szerintem. Fontos, hogy mindenki tudja, hogy 2021-re beadta Magyarország az Európa játékokra a pályázatát, hiszen a vadászati világkiállítás újra megrendezésre kerül a Hung Expo területén, és a Kincsen és Parkkal együtt, együtt szeretnénk ebbe a négy vagy öt szakágban, amiben a négyületos benne van, megrendezni, és hát ennek az előkészületei ő, már ő, Megindultak, egy szervezőbizottság alakult, és minden vágyunk az, hogy ha már olimpiáról idézőjelben lemaradtunk, korábban világjátékokra is pályáztunk, de az, az egy túl nagy falat volt talán a magyar lovasport számára. Ez az Európa játékok így négy vagy öt szakák számára, uh -huh. így a világkiáltással együtt egy, egy teljesíthető feladat lenne. A magyar Lovas ebben teljesen eltökélt, és úgy érezzük, hogy a tagjaink is ebbe partnerek. A Hortobágyi eseményről mit lehet tudni? Hort, azt bágy... tudom, hogy nagyon készülnek ezerrel, mindenki ott lesz, ha már sokat emlegetett, ifjabb Szabó Gábor is ott lesz, tehát készülnek. Az valószínű, hogy ifjabb Szabó Gáborot nyerni is fog egy számot, ahogy ismerjük, de a lényeg az, hogy ö, És te? én is ö, én szeretnék, hogyha meg tudnám szorítani, ö, ezzel leszek. Az, az esemény igazából egy nagy lovas ünnep. A diuglató verseny, és van mellette a Western Raining verseny a Fedeles-Lovardában, azok nemzetközi kategóriájú versenyek lesznek, ezek részei ennek, tehát ott ez egy nagy tradicionálval rendelkező óriási esemény, ahol nem akarok ezek számokat mondani, de hömpölyög a tömeg, ha megfelel az időjárás, ebből nem akart kimaradni. Az biztos, hogy a Hortobágyi Aréna, ahol meg korábban Európa-bajnokságot is 2000-ben Ifjúsági Európa-bajnokságot rendeztek, már nem a legmodernebb pálya, tehát méretben is és talajában is már egy kicsit elavult. Mm. A rendezők ő, ő megtesznek mindent, és ott a szervezőbizottság, hogy abból kihozzák a maximumot. Most ez egy egycsillagos verseny lesz, de az ígéret és a tervek azok, hogy ő, ahogy <coughs> Bábolna Kiskóhalas és a Nemzeti Lovarda ő, megújult, ő, Hortobágyon is legyen majd egy ilyen megújulás, de mindenképpen addig is egy ilyen lovasversennyel. Ben szeretne hortobágyban maradni a vérkeringésbe. Érdekes lesz a verseny, ott ugye van egy derbi versenyszám, ami egy egyedi speciális a közönség számára egy jól követhető, az lehet mondani, hogy az év leghosszabb pályája van ott, tehát ott azért nem csak a lomnak, a lovasnak is kell mm. egy átlagosnál komolyabb kondícióval rendelkezni, ez csak azt tudja, aki ott versenyzett, és hát lesz a nagy díj, lesz magasugratás, lesznek ilyen sószámok, és, és úgy gondolom, hogy jól fog szórakozni a közönség. Nem lesznek olyan túl nagy induló létszámok, ez a 20-30-as induló létszám azért szerencsés, mert ezt még egy laik is néző is végig tudja követni, és szerintem egy jó sport lesz. A nagy nevek közül kik indulnak Hát ahogy mondta, a Szabó, Szabó Gábor, ő nyilván egy favorit, bár ő most ö, egy ö, három világkupán van túl, és nemrég beszéltem, tehát azért ö, cserélgeti a lovait és próbálja a legjobbat kihozni. Suhai Gyula is Luxemburgul oda fog jönni, és unokatestvére Suhai Péter, aki szintén a ifjúsági válogatott tagja, és ő is készül Somorjára. <kül> Én azt mondom, hogy ők, ők a válogatott lovasok uh -huh. közül ők, ugye az házigazda részéről Szladek Máti, aki ő, szintén nagyon eredményesen megy fiatal lovakkal, és a válogatott tagja. Ők, ők, ők talán most így a legjobb nevek, ezt tudom mondani. A Tatival kapcsolatban mit lehet, hogy mikor akarják átadni, hogy most hogy néz ki, mikor lesz átadás? Gőzerővel zajlik a munka. Tehát azt lehet mondani, hogy azért hosszú ideig tartott. Ugye a tavalyi CSC- után augusztusban, augusztus közepén lett az átadás, és hát a bontás viszonylag hamar zajlott, de lassan kezdődött az építkezés. Most közel 100 ember dolgozik rajta, és azt lehet mondani, hogy ez a szám is majdnem 150-ig el fog menni. A jelen tervek és a jelen mm, ígéretek szerint október 31-én kerül átadásra. Igen? Na. Így van. Tehát az, az a terv, hogy november, december, január, februárban egy próbaüzem legyen, ahol már lennak rendezvények, de még a bértartás, az iskola lovaglás még, még nem indul úgy el rendezvényekkel, és hát ez a három-négy hónap után tél-tél végére teljes erőből működhetne a dolog. Ez szerintem egy tartható időpont. Aha. De mit terveztek oda a Tatiba? Változik valamit esetleg a jövébe a válogatott felkészülése, vagy több verseny nagyobbat akartok most már hozni? Mit terveztek? A Magyar Lovasz Szövetség valószínűleg, ugye, ami a sportok házában van jelenleg, az át fog oda költözni, egy úgynevezett tudásközpont is épül, tehát az 1-es, 2-es és 3-as istáló helyén egy Irodaépület, ahol az a terv, hogy minden lovakhoz, lovasz köthető szervezetnek ott legyen az irodája, uh -huh. és hát, tudásközpont, lovás, lovás központ, bárhogy hívhatjuk. De ott legyen maga a, a, a nem csak a gyakorlati, hanem a szellemi irányítás, hiszen az egy Budapesten egy Igen. jó helyen van, de mégis azért a parkolás is egy megoldható feladat, és hát ott mindent el lehet sen intézni. Ez egy nagy változás lesz, magának a Magyar lovasz Szövetségnek is, aki már a sportok házában is kikénővi az irodáját, hiszen egyre több a feladat, az alkalmazott, és, Igen. A, és a, egyre több tér kell, ez egyszer, Azért a Nemzeti Lovarda versenyrendezésben az elmúlt öt évben is abszolút a vezető volt, tehát 25% a versenyeknek ott zajlott, sokkal több hétvége nincsen, inkább az, hogy a minőség, a minőség az, amiben ez még jobban érezhető legyen, hiszen maga a talaj volt jó, meg az akadálypark, meg ö, azt lehet mondani, de azért a kiszolgáló helységek, a megközelítés, a, ö, azok a dolgok, amivel még jobbá lehet tehetni egy rendezvényt, azok hiányoztak most. Reméljük, hogy a következő 20-25 évben ez megoldódik, és abszolút egy magas szintű, világszínvonalú versenyközpont is lesz. És hát természetesen nem csak versenyközpont, hanem ott a gyakorlatban is, és az, tehát a továbbképzésektől kezdve az edzőtáborokon át, bármilyen találkozókig... Igen. Ö, meg lehet itt tartani, szeretik a lovasok, szeretik az emberek, hiszen jól megközelíthető, ezért a Nemzeti Lovardának mindig is nagy szerepe volt a magyar lovas élelen, és úgy gondolom, hogy egy ilyen felújítás alatt még vonzóbb lesz. Akkor a bábonáról nem egy-egyfajta teher, viszont ami egyben jó is volt nekik. Pábolna is ö, nagyobb szeletet már nem nagyon tud ebből ö, kivenni ebből a magyar lacsportból, hiszen nem csak a dígratos sport van, hanem sok egyéb rendezvény. Pábolna a szabadtéri versenyekben vette ki nagyon a részét, hiszen ott is áprilistól októberig zajlottak a rendezvények, és lesznek is. Bábolna a Nemzeti lovardából megfér, nem hiszem, hogy ezzel gond van. Ott is szó van, hogy majd olyan fedeles lovardák lesznek, hogy a téli szezonban is bekapcsolódik, ezek egy előre tervek. De azért azt lehet mondani, hogy <coughs> kiskuhalas is Kapott egy támogatást, és kiskolás is, is nagyon sokat fejlődött. Ott is megmaradt a füves aréna, de egy olyan textiles pálya lett, és olyan fejlesztés lesz ott a következő időben, hogy mindig is meghatározta azért a magyar díjugrató és portot, és hát mindig is szerettünk oda járni, hogy kiskolás is azért. Ő, ő szeretne ennél az asztalnál maradni, rendelkezünk egy Tamásiba, egy felújított pályával, Balatonvilágos Kövi András vezetésével, a Pulai Lovaspark is egy nagyszerű helyen van, ugye a Pataki Ménes is most tovább fejleszti a, a pályáit, és Tamásiban, ahol korábban egy elavult füves pálya volt, de egy tradicionális hely volt, ott is a város és sokat hozzátett, és ott is van egy csapat, aki fejlesztette ezen, tehát azt lehet mondani, és Diós Györgyt se szeretném kihagyni, ahol a vár alatt a lovagi Igen, tornák ugye. terén nagyszerű verseny, sampionátus is lesz. Tehát földrajzilag, ha ez el van osztva, akkor a nemzeti lovarda nyilván a legnagyobb lesz, de azért szerencsére a mi sportunk nem annyira főváros-centrikus. ugye Maguk a résztvevők se Budapestről, a nagy részük nem Budapestről indul. Ö, én úgy gondolom, hogy nem lesz itt nagyobb változás, mint ami volt 2016-ban akár. Most ez egy átmeneti év, ezt azért már látszik, hogy át tudja vészelni a diugratás is és más szakág is, de az biztos, hogy ezáltal viszont bizonyos helyszínek, akik eddig teret kaptak, vagy jobban voltak versenyek, azokat ezek a helyszínek kiszorítják. Ez, 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 ez is, ahogy mondtam, egy konkurencia, harc aki megfelelőt csinál, és olyan emberanyaggal rendelkezik, oda el fognak menni a lovasok. Időnk sajnos lejárt. Ugye úgy kezdtem, hogy nagyon szép eredményeket ér el a diugratás, és ha jól tudom, zárásként, ugye most jön azért második fele, még ennél is szebbet fog felmutatni. Igaz? Ezen dolgozunk, és nagyon szépen köszönöm ezeket a szép szavakat, mert, mert remélem, hogy egy fél év múlva is meghívtok ide, és akkor újra tudunk ilyen szép dolgokról beszélni. És reméljük sok-sok sikerről. Köszönöm szépen. További sportosat.